A labornál van WC, és akkor ott meg tudjátok oldani. Sikerült megint találnunk egy olyan helyet, ahol ez így működik. És köszöntjük legtávolabbról, ma szerintem Debrecenből Jutkáék érkeztek. Hajrá, Debrecen! Gondolom már gyűjtöd is a gondolataidat, hogy mit osztál meg velünk. Hogy? Mit szeretnéd, drága? Hát, hogy mondd el, hogy miért jöttetek ide, miért fontos ez nektek. Aki esetleg nem ismer benneteket, mutatkozz be kicsit. Jutka ugye a debreceni koppánycsoportnak a vezetője, és kőkeményen osztják ott is a bankokat. Hadd tanuljanak itt a biztonsági őrök abból, hogy mi folyik Debrecenben, mondd el neki, ha nem kommunikálnak a kollégájukkal. Stefánné Gyógyulit vagyok, és a debreceni koppányt szedtem össze. Nem tudom, hogy mit szeretnél, Lacikám, mi tegnap a tárgyalásra jöttünk, mert úgy gondolom ez... A tegnapi tárgyalás egy olyan embernek a tárgyalása volt, akit szerintem az országnak meg kellett volna mozdulni. Hajrá, Fidesz! Látolak, látlak! Úgy gondolom, az egész országon belül kellett volna megmozdulni embereknek, hát voltunk, aki volt. Na, maradjunk ennyibe. De ha már eljöttünk a Györgyiek tárgyalásra, úgy gondoltuk, hogy akkor itt is alszunk. És jövünk ide. Mert maga ugye nekünk nagyon messze van, ezt tudjátok nagyon jó. És hasznosnak kellemesen. Jó? Ezért vagyunk itt. Meg ugye figyeljük mi az eseményeket, ami itt történik veletek. Próbálunk mink is lépést tartani, amit lehet próbáljuk összehozni. Nálunk nagyon inkább a bíróságot kell nyomni. Mert ugye itt azért nagyon jó ítéletek születtek a tavalyi évben, és Debrecenben sajnos a bíróság az totálisan ellenünk volt. Aztán decemberben elkezdtük két hetente nyomni a bíróságot, járásbíróság törvényszék ítélőtábra, két hetente adtuk nekik, megtört a jég, vannak győztes pereink. És ugye üzenetet azt kapunk, mint ahogy innen is jönnek az üzenetek, tudok róla, hogy mik vannak, meg beszélek embereket, a bíróságról is kijönnek az üzenetek, hogy mit üzennek nekünk, volt már a bíróság, hogy kijött, hogy a csürhe nincs itt, hát csürhezettek a rokonotok, mi nem csürhe vagyunk, hanem becsületes emberek, akik azért mentünk a bankba, mert úgy gondoltuk, hogy a banknak az a lényege, hogy mi visszafizessük ezt a hitelt, de normális kamattal. Ha uzsorát akartunk volna fölvenni, akkor nem bankba vagyunk. Bankba lettünk szakemberekhez, ugye? És a szakemberek, ugye nem menjünk messzire, ott a Györgyike példát, 280 szorosát kéri vissza, mint amit fölvett. Hát könyörgöm, akkor ez nem uzsora? Mi ez? Az uzsorásokat, aki 3-4-szeresét kéri vissza, a börtönbe teszik. Akkor ez mi? 280 szorosat. Akkor ez mi? A börtönbe kéne, nekik kéne a börtönbe lenni. Ők teszik tönkre az életünket. Próbálnak ránk hatással lenni, de hát ugye, aki úgy gondolja, az nem hagyja, aki meghagyja, nem tudok vele mit kezdeni. Próbálunk mindenkit felébreszteni, elmondjuk, hogy ha hagyod, úgy is belekerült a levesbe, hanem most két év múlva, mert ezt a hitelt nem lehet visszafizetni. Lehetetlen. Én nem hiszem, hogy valaki vissza tudja fizetni. Olyan sokszoros ára elmegy. Köszönöm, hogy Laci ezt megszervezted, örülök, hogy veletek lehetek ismét, a régiekkel, a tavalyiakkal, akikkel nagyon jó barátságot kötöttünk, találkozhattam újra, és remélem nálunk is lesz, és várunk szeretettel benneteket. Igaz, mi főleg a bíróságra törekszünk. Jó? Köszönöm!